hülyeségeket beszélek, na mindegy, szóval. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről szeretnék beszélni, amik túl régóta vannak a várólistámon. Rengeteg könyv van a várólistámon, kinek nincsen rengeteg könyv a várólistáján, de nekem vannak tényleg olyan könyvek, amiket még akkor tettem föl, amikor először beregisztráltam Goodreads-re. Szóval azok a könyvek, hogy 2016 óta ott ülnek a várólistámon, és már rosszul érzem magam, hogy még mindig nem olvastam el őket, úgyhogy most nézzük is, hogy melyek ezek a könyvek. Az első ilyen könyv George R.R. Martintól a Kardok vihara. Ez a könyv van a legrégebb óta a várólistámon, és nem tudom, hogy mikor fog onnan lekerülni, mert én egy nagyon nagy Trónokharca fan voltam. Azért mondom, hogy voltam, mert a legutolsó Trónokharca évad nekem annyira nem tetszett, hogy én kigyűjtöttem a Trónokharca mániámból, ami egy szomorú dolog, de ez van, ez megtörtént. Olyan szinten nem érdekel már a Trónokharca, hogy nincs kedvem elolvasni a könyveket. Pedig tudom, hogy jók a könyvek, csak nem, a sorozat tényleg annyira elvette a kedvemet, hogy nem tudom, hogy valaha is sor fog-e rájuk kerülni, de nagyon, nagyon szeretném elolvasni őket. A második könyv, ami nagyon régóta fönn van a várólistámon, az Vera Brittontől a Testament of Youth. Hát ez egy ilyen életrajzi könyv. Én láttam a filmet, imádtam a filmet, végigbögtem a filmet, nagyon jó volt. És itt ez a könyv, meg is van a könyv, tehát el is tudnám olvasni csak. Nem vettem még magamon erőt ahhoz, hogy leüljek, egy történelmi regényt végigolvassak angolul, és annyira tudom, hogy fájni fog, és nem tudom, hogy mikor lesz erőm leülni és nekiállni, de nagyon szeretném elolvasni. A harmadik könyv, ami fönn van túl régóta a várólistámon, az a Silmarilok. Miután olvastam a Gyűrűk urákat, azután kb. Az összes Tolkien könyvet föltettem a várólistámra, és ez van rajta a legrégebb óta, és ezt tényleg nagyon el szeretném olvasni, csak ugye ez a könyv, ez konkrétan az ilyen Gyűrűk ura előtti történelem, tehát azért ez egy kemény olvasmány lenne, de pedig ez is itthon megvan, szóval nem tudom, miért nem olvastam el még mindig, de nagyon kellene és nagyon szeretném, csak egyszerűen mindig, mikor új könyvet választok, hogy akkor most mit olvassak, valahogy sosem ezt választom. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Egyszer eljön a nap, mikor elolvasom ezt a könyvet. A negyedik könyv, amit már nagyon régóta szeretnék elolvasni, az a Lenyűgöző teremtmények, mert hogy ezt a könyvet elkezdtem már egyszer olvasni, kb. 10 oldalt olvastam belőle, és ezt akkor kezdtem el olvasni, mikor gondolkodtam rajta, hogy megvegyem-e az elveszett hőst angolul, mert akkor még nem fordították le, és mondom, jó, de mi van, hogyha nem tudok angolul olvasni, akkor ne vegyem meg angolul, hanem akkor inkább várok. És ezzel próbálkoztam először, és nem olvastam végig. És amúgy nagyon érdekel a történet is, csak nem tudom. Egyszerűen még nem jutottam el, de egyébként nem tudom, mi van velem, tehát itthon megvannak ezek a könyvek, és nem olvasom őket. És ezzel végeztünk is azokkal a könyvekkel, amik ténylegesen megvannak itthon, és el is tudnám olvasni. Most pedig jönnek azok a könyvek, amik nagyon régóta fönn vannak a várólistámon, de leginkább azért, mert még nem vettem meg őket. Az első ilyen könyv a Herceg menyasszonya. A Herceg menyasszonyát azért szeretném elolvasni, mert imádtam a filmet, bár azóta akárkivel megnézettem azt a filmet, mindenki azt mondja, hogy ez borzalmas, de nem tudom, én nagyon élveztem, és én nagyon el szeretném olvasni ezt a könyvet, mert egyszerűen annyira szórakoztató volt a film, és azt mondják, hogy a könyv is legalább ennyire szórakoztató, szóval biztos jó olvasmány. Amíg nem, az majd kiderül. A következő két könyv, mind kettő Rainbow Rowell-től van. Ez a két könyv a Carrion és a Fangirl. A Fangirlből tudom, hogy van magyar fordítás ugyanezen a címen, a Carrionból pedig nem találtam, gondolom még nem fordították le. És az egyik az ilyen varázslós, ha jól emlékszem, egyébként nem emlékszem már a fülszövegekre, tehát borzasztó vagyok, de 2016 óta sokat felejtettem. És mind a kettő könyvet nagyon el szeretném olvasni, annyira ég a képem, mikor mondjuk Instagramon szembe találom magam valamelyik könyvnek a képéből, és így én téged el akarlak olvasni, és nem. A következő, nem tudom, hanyadik, Mary Lou-tól a legenda, azt hiszem a sorozat címe is az, hogy legenda. Hát ez a könyv is olyan, hogy időtlen idők óta várja, hogy elolvassam, de még mindig nem szereztem be, úgyhogy még nem tudtam elolvasni.
Remélhetőleg hamarosan sor kerül rá, vagy egyszer valamikor a nem túl távoli jövőben. Van néhány könyv, ami nagyon régóta fenn van a várólistámon, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy el akarom őket olvasni. És ez is egy olyan könyv. Szóval valaki győzzön meg, hogy ez egy nagyon jó könyv, mert akkor tuti elolvasom. Így meg igazából fönn van a várólistámon, és nem tudom, vacilálok, hogy el akarom elolvasni, nem akarom elolvasni, és inkább fönn van, mint hogy nem, mert így látom, hogy gondolkozom rajta. A következő könyv, amin még nagyon gondolkodom, hogy elolvasom-e vagy sem, az a Beavatott. Mert őszintén szóval engem a filmek nem győztek meg, most nem tudom, hogy a filmek mennyire olyanok, mint a könyvek, de engem a filmek nem győztek meg. Ráadásul elszpoilereztem a végét, és nem tudom, hogy van-e értelme elolvasnom, úgyhogy fönn van a várólistámon, de mindig így ránézek, és így A következő könyv, a Sötét elmék, ez tényleg az a kategória, hogy nem vettem még meg. Na mindegy, egyszer biztos, egyszer fogom magam és felvásárolom az összes könyvet, ami a várólistám elején van. A következő könyv, amit nagyon-nagyon régóta szeretnék elolvasni, az a Vampír Akadémia. Ebből is volt egy film, amúgy nekem kb. Mindig az van, hogy van egy film, azt látom, azt tetszik, és utána olvasom el a könyvet. Így legalább a filmre nem fogom egyből azt mondani, hogy rossz, mert nem olyan, mint a könyv. És én elszpoilereztem lényegében, és nem annyira tetszett, szóval ezért nem olvastam még el ezt a sorozatot, pedig amúgy érdekel. A következő könyv, ami nagyon régóta csücsül a várólistámon, a Six of Crows. Őszinte leszek, nem emlékszem, hogy mi történik ebben a könyvben, csak tudom, hogy mindenhol láttam már régebben is, de van egy ilyen belső késztetés bennem, hogy el akarom ezt a könyvet olvasni. De még nem jutottam el oda. Még két könyv, amivel ugyanúgy vagyok, mint a Six of Crows-zal, hogy nem szereztem még be, meg nem is nagyon emlékszem, hogy mi történik bennük, de el szeretném olvasni, mert amikor felraktam a várólistámra, akkor nagyon jónak tűntek. Az egyik ilyen a Hó mint hamu, a másik ilyen pedig a Cinder, és ezek a könyvek, ezek olyanok, hogy rengeteg helyen láttam, nagyon jó kritikákat olvastam róluk, és el szeretném őket olvasni. És az utolsó, 15. könyv, amit túl régóta ül a várólistámon, az a Menedék. Ez is egy ilyen disztopikus könyv, és tudom, hogy ezt miért nem olvastam még el. Azért nem olvastam még el, mert nem vagyok benne biztos, hogy el akarom. Nem tudom eldönteni, hogy nekem tetszene ez a könyv, leginkább azért nem jutottam még el odáig, hogy elolvassam, mert azt tudom, hogy van benne egy olyan részlet, nem tudom, tehát valahol eljutunk egy olyan részhez, amire én csak a szememet tudom forgatni tényleg, és nagyon, az a rész az nagyon olyan, hogy azt mondja, hogy ez a könyv nem nekem való, de amúgy meg érdekesnek hangzik, szóval nem tudom. Nem tudok ezzel a könyvvel dűlőre jutni. Ezek azok a könyvek, amiket nagyon el kellene olvasnom, illetve nagyon el szeretnék olvasni, illetve nem tudom, hogy el szeretném olvasni. Minden esetre nagyon régóta ott vannak a várólistámon, és vétek, hogy ennyit kell szegény könyveknek várniuk, hogy oda kerüljek, hogy elolvassam őket. Hogyha nektek is van olyan könyvetek, ami már tényleg nagyon régóta ott várakozik a várólistátokon, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!